Tisztelettel köszöntöm a társulat, itt megjelent tagjait és kedves vendégeinket ezen az alkalommal, amikor Pandula Attilával tulajdonképpen egy virtuális sétát fogunk tenni egy nagyon érdekes és sajátos múzeumban, a Tallini Lovagrendek Múzeumában. Ez egy nagyon új keletű intézmény, és a mi kapcsolataink is tulajdonképpen nagyon frissek, még Észtországgal és Tallinnal, mert ha jól tudom, ez tavaly évre vezethető vissza két konferencia vagy kapcsán, az egyik itt volt Budapesten, a másik pedig aztán az ősszel a helyszínen Tallinnban, ahol Pandula Attila és Hallós Lajos kollégáink vettek részt, és Attila most erről fog beszámolni nekünk. Elnök kisasszony, főtisztár úr, hölgyek, urak! Ha megengeditek, én szokásaimnak megfelelően leülnék. És két részre bontanám az előadásnak a tematikáját. Én szeretnék egy általános képet adni, és utána meg egy részletes vetítést. Ez mondjuk így a téma olyan, hogy szerintem ebben a formában kellene elővezetni a tárgykört. A Tallini Lovagrendek Múzeum a tárgykörnél mindenképpen ki kell emelni igen kedves fiatal szlovák barátomat, ebben a körben ismert Pavol Marcis urat, aki a Szlovák Palaisztikai Társaságnak fiatal kora ellenére is elnöke, és ennek a múzeumnak tulajdonképpen az egyik kurátora, munkatársa kezdettől fogva. Ő nagyon sokat segített mindenféle aspektusból ennél az előadásnál is, és úgy általában a témának. Az előadás elején szeretnék egy-két gondolatot említeni arról a témakörről, hogy a rendjelek és kitüntetések, tehát az általunk rendkívül kedvelt ebben a körben kiemelten kedvelt, ugye falerisztikai emlékanyagoknak a modernkori gyűjtés története az nagyjából az 50-es, 60-as évekre megy vissza, ennek az egésznek az újakkori kialakulása, és ebben az időszakban elsősorban a nyugat-európai országok és részben az Amerikai Egyesült Államok irányába ment mindig ki az anyag, tehát ezt hangsúlyoznám. Talán a súlyponti helyszínek az Nyugat-Németország volt például. Tehát egy olyan irányba ment ki, innen Közép-Kelet-Európából is az anyag. A II. Világháború idején nagyon sok minden került, akár tengeren túlra, de keletre is hadizsákmányként. Mindenféle ilyen jellegű dolog, ez csillogott, meg szép volt, meg értékes volt. Tehát ez abba az irányba ment ki, és gyakorlatilag ez Magyarországra is vonatkozik, ez ismert ebben a körben, csak utalokra. Ez egészen így volt nagyjából a rendszer korszakváltó időszakig, és nyilvánvaló, mivel akár Bécsbe többet lehetett kapni egy-egy darabért, sokkal többet lehetett kapni, egyáltalán értékeltek témaköröket, hát innen kiáramlott az anyag. Na most egy bizonyos idő után, ez megint ugye a 90-es évek, rendszerváltás időszaka, ez az irány kezdett megfordulni. Most egy kivezetlen a gyűjtésről, kereskedelemről beszélek, sőt a 90-es években megjelentek olyan tendenciák, hogy az addig nem igazán felkarolt falerisztikai kereskedelem, amely például a legnagyobb cégek kínálatában alig-alig jelent meg, most már akár önálló cégeket is igényelt, például a 10 céget, mert nem, hogy a Hermann Historikát, az mással is foglalkozik, de elkezdtek foglalkozni például a hagyományos régiségkereskedelme foglalkozó, például a Dorotheum, vagy a Künker, az inkább numizmatika volt korábban, az újabb időkben bizony a falerisztikában, mondjuk a Künker később foglalkozott ezzel a tárgykörrel, ezt mindenképpen említeni kell, hogy oly annyira nagy a kereslet a falerisztikai tárgyak iránt, nyilvánvaló megfelelő eredményeket lehet elérni az árverési forgalomban. És nyilvánvaló az is, hogy a nyugat-európai irány helyett egyre inkább fölmerültek kelet-európai vagy kelet-közép-európai, de inkább kelet-európai, én az oroszra gondolok elsősorban. És tulajdonképpen az orosz területen, vagy az orosz vonatkozású, és Észtország is ilyen elnézést, területen van akkora pénz, és van olyan érdeklődés, amely a falerisztika területén lényegében egyre inkább meghatározó lesz. Megjegyzem, hogy a oroszokat megelőzően egy időben a japán érdeklődés volt, lehet, hogy annyira nem tűnt fel. Japán érdeklődés volt még meghatározó. Na most mit jelent ez a piacon? Ez azt jelenti a piacon, hogy eredetileg az orosz gyűjtés, vagy befektetési gyűjtés, mert ilyen is van, sőt, hát itt hangsúlyoznám a befektetési gyűjtést,
Az első sorban egy időben csak az orosz anyagot, tehát a cári orosz anyagot szerezte be, ami annak idején akár a forradalom, akár a szovjet korszak szétszóródott, vagy akár a külföldre adományozott darabok visszavásárlása következett be. De az utóbbi időszakban lényegében a legnagyobb orosz érdekeltségek lényegében bármit megvesznek és meg is vettek a világon előkerülő és a nyugati kereskedelemben előkerülő falerisztik anyagok. Ez nagyon nagy mértékben fölnyomta a daraboknak az árát, ezt hangsúlyoznám. Hosszú időn keresztül 100 ezer euró alatt volt a legjobb daraboknak az ára, de most már 150, 180, 200, 250 ezer euró. Ez horribilis. Horribilis. Tehát hangsúlyoznám. Tehát egyre inkább megy föl ez a tárgykör. Ez elsősorban mondom a piacon nagy mértékben megjelenő orosz befektetési gyűjtőknek az érdeke, vagy én nem is, ezt mindenképpen azért itt el kell mondani. A nemzetközi piacon sok minden előfordul. Én egész pályám során, tehát gyakorlatilag a 70-es évektől elég direkt módon követem a nemzetközi forgalmat, a árveréseknek az anyagai többé-kevésbé, akár európai, nyugat-európai, de akár most már közép-kelet-európai, van árverés Csehországban is például, vagy akár tengeren túlon, tehát ezt én eléggé követem. A jelenlegi gazdasági helyzet egyébként olyan irányba viszi el ezt az egész tárgykört, hogy most már minden eladó, ezt ismerjük ebben a körben. Tehát van mit megvenni állandóan, a mostani napokban is van olyan, a Hermann historikán olyan csoda darabok jönnek elő, hogy igazán lehet válogatni, akinek megfelelő anyagi háttere, vagy befektetési kedve van ezek az irányokban. Most ez a Tallinni Múzeum, ez egy nagyon érdekes dolog. Egy Valeri Guscsuk nevű úrnak a személyéhez kötődik ez, de én nem vitatom azt, hogy most kinek a darabja, kinek a tulajdon egyébben, nem menjünk bele, nem érdekel, elnézést. Ki van állítva egy anyag, ez egy nagyon válogatott anyag, nem mindegyik a Valerié. Vannak más tulajdonosok, ez egy múzeum, ezt azért hozták létre, hogy a falerisztika, hát egy ilyen idézőjelben nem kívánok ilyen szakralizálási témákat, ez egy ilyen szentélye lenne a falerisztikának, elhangzott ez. Tehát, hogy ez lenne Európa egyik legnagyobb ilyen-olyan. Na most én a pályám során összességében szerintem az összes ilyen múzeumot láttam, sőt, tanulmányoztam, alkalmam volt. Ez az egyik legjobb ilyen gyűjtemény, tehát én azt mondanám, hogy akár a párizsi Légende Honor gyűjteménnyel is vetekszik, vagy legalább hasonló, vagy ez más jellegű, hangsúlyoznám. Tehát annál jobbat nem nagyon tudok mondani, a kisebb európai gyűjtemények, itt Melinda főtitkár asszony, kisasszony mondta, hogy hát a Nemzeti Múzeumban sok kitűnő, igen, csak nem ilyen jellegű, meg nem ilyen formájú, nem szakmúzeum. A Légende Honor a szakmúzeum. Ott volt a Légende Honor képviselője is, és ővel is beszélgettem, és ő is ezt mondta, hogy hát nem csodálkozik, hogy itt ilyen anyag van. Mi kerül itt begyűjtésre? Ez lehet, ha kamionnal toljuk a pénzt, akkor akármit meg lehet szerezni, mi gyűjt ez a múzeum? Ez egy nagyon érdekes dolog. És ebben valóban akár ebben a körben nyilván valószínűleg a bécsi legnagyobb gyűjteményeket tartottuk eddig a csúcsnak idézőjelben. Nekem alkalmam volt a berlini, londoni, mindenféle anyagokat is nézni. Hát még ebben a vetületben is, összehasonlításban is, hogy akár az angol királyi családnak a Windsori gyűjteményét én tanulmányozhattam királynő engedély, meg a spanyol királyi házit estében, na mindegy, ezek más témakörök. Hát itt van például egy olyan téma, hogy a gyémánt vagy ékkő díszítmény. Ugye a gyémánt vagy ékkő díszítmény, hát ebben a körben közismert, akár a legnagyobb rendek, lovagrendeknél, hát a lehető legritkábban kerül ugye kiadásra, és még ritkább az a példa, hogy egyáltalán ilyen darabok fönnmaradnak. Mert mi a gyakorlat, ugye ezt még vissza se kellett adni, meghalt a tulaj, a unokák eladták, kiszedték a köveket, és akkor jó esetben üveg másolata, nem tudom én, estébe, és akkor nem volt darab. Hát alig-alig van azért olyan-olyan darab, amit azért úgy meg lehet mutatni. Ez lenne a fő profil, gyémánt és ékkő díszítmény. Olyan darabok, amelyekből egy-egy van más, itt pedig van mondjuk több tucat. Itt van a rendi láncnak a témaköre. A rendi lánc megint egy olyan tárgykör, hogy ebből van egy-egy van akár nagy múzeumokban, vagy a legnagyobb múzeumban van 5-10, de itt megint több tucat van rendi lánc. Rendi láncot államfő uralkodó kaphat csak.
minimális az adományozása. Még a polgári korszak, tehát akár az két világháború közötti időszak, mondjuk a finn fehér rózsa rend 64 előtti, abból én mondom, hiszem 22 adományozás volt, hát szerezzenek be egy olyat, hát nem, nyilván nem nagyon lehet. Tehát a modern kor is különleges. Itt van például egy további téma, a legmagasabb rendi osztályok. Hát mondjuk a lánc, de esetleg egy-két ilyen, de csak a legmagasabb, itt nem gyűjtenek más, tehát hangsúlyoznám. Tehát gyémánt díszítmény, lánc, és a legmagasabb rendi osztályok. Ez egy különleges gyűjtés. Tehát mondjuk egy középkereszt, vagy középkereszt a csillaga, vagy lovag, az tulajdonképpen nem nagyon van ebbe elő, tulajdonképpen nem gyűjtjük. Alsóbb rendik, alsó kitüntetési kategóriákat se nagyon gyűjtünk ennél a múzeumnak. Ez egy kicsit tág megfogalmazás, hogy lovagrendek. Hát lovagrend, mert a szocialista rendeket is lovagrendnek mondták valahol, és maga a Szovjetunió is forszírozta ezeket az elnevezéseket, egyebeket, akár Sztálin idejében, tehát ezek lovagrendek, és a kitüntetettek meg lovag volt, rá van írva síremléke Fehérváron, hogy a három rendnek a kavalerje volt a elesett kapitány. Tehát nagyon ki van írva majd. Tehát ez mondjuk valahol indokolt. De most nyilvánvaló, hogy ez a múzeum akkor úgy nagyjából a 16-17. Századtól, mert a legrégibb darabok azok mondjuk ebből 17. századi van. 18. századi már van, jobban, nagyobb arányban van ebben a gyűjteményben. És akkor mondjuk a 19-20. Században sok van. Hát a gyűjtemény anyagának a nagy része inkább ezekből a korokból van. Na most, ha korszakolást nézzünk, akkor az első világháború előtti időszak, vagy az első világháború vége előtti időszak lehetne egy kategória, de a két világháború közötti időszak, sőt, a második világháborút követő időszak is megjelenik a gyűjteménybe. Na most, amit nagyon nagy mértékben ugyancsak kihangsúlyoznék, az egész világot gyűjti ez a múzeum. Ez megint egy furcsa megközelítés, megint a partalan anyagi lehetőségek és a szerezhető egyéb dolgok. Itt nagyon sok az egzotikus darab. De most nem tudom, kérdezem, ki látott a legmagasabb észak-koreai láncból darabot, mert én most láttam először. Hát sehol nincs, az amerikai könyvben is egy rajz van róla. Hát ezt mondom, mert az is érdekes szerintem, mert ilyen is van. Na most ugye a harmadik világ, nevezzük így, ugye akár legyen ez az abeszin császárság, vagy az észak-koreai népköztársaság, hát ebből is van, illetve a felszabadult gyarmat, ilyen-olyan-olyan dolgok. Na most honnan jönnek elő ezek a darabok? Egyáltalán honnan lett ez összeszedve? Ez a gyűjtemény, ez a kollekció körülbelül egy olyan 5-8 éven belül alakult ki, körülbelül, de az 5 évet inkább hangsúlyoznám, és gyakorlatilag elsősorban a legnagyobb árverező házak kínálatából. Én a darabok jó részét, vagy egy részét biztos, hogy láttam már. Most lehet, hogy már közben megvette más is, ez árverésről van, nagyobb részt árverésről van. És most is vesznek. Tehát most van ez a félig spanyol, félig bajor herceg, annak a darabjából, és az egyiket sikerült megvenni mostani árverése. Vagy törekszenek rá, van egy ilyen ékövekkel kirakott aranygyapjas rend spanyol. Azt meg akarják venni ennek a gyűjteménynek. Hát ez most van a Herma Historikánál. Tehát ilyen darabot feltétlenül. Na most még egy dolgot elfelejtettem mondani, ha van provenienciája a darabnak, akkor arra is nagyon nagy mértékben. Ugye ez fontos, ez bármilyen gyűjtésnél így a felelősségek, hogy ez kiemel dolog, hogy többé-kevésbé a provenienciát is nézzük. Na most Melinda is kérdezte, és ez itt nyilvánvaló érdekes, a tokokat gyűjtik, van bizonyos okmányanyag is, de nem feltétlenül, tehát a darab az elsődleges. Na most egy, csak top 1-es, tehát 100%-os darabot raknak a gyűjteménybe, ez is egy érdekes szempont. Csak 100%-os darabot, tehát ez megint egy olyan dolog, hogy nyilván jóval értékesebb. Na most őszintén megmondva, ez ilyen típusú gyűjteménynek az esetleges újraértékesítése, most elviekbe beszélek, az biztos, hogy nagy hasznot hoz a tulajdonosoknak. Ez egészen biztos. Tehát ilyen szintű darabok csak sokkal drágábban cserélhetnek gazdát a későbbiek, nem lebecsülendő szempont. Míg mondjuk egy közép kategóriát lehet, hogy el sem lehet adni. Na most visszatérve az árverések gyakorlatára, és ez itt fontos lehet, nyilvánvaló, hogy nem feltétlenül
sokszorossára felvert darabok jelennek meg a kollekcióban, mert lehet, hogy olyan darab is van, amit kikiáltási áron vettek meg, sőt, olyan darab is van, amit szerintem árverés után, mert most lehet, hogy mondjuk a bolíviai legmagasabb, nem tudom milyen rend, senkinek nem kellett, hát mert olyan is van. De akár ez az észak-koreai, nem tudom, ezek nem annyira kúrens darabok. Na most, amikor valamire rámentek 20-an, azt lehet, hogy nem vásárolták meg, tehát azt hangsúlyoznak. És őszintén megmondva, beszélgetve akár a tulajdonossal, akár pedig a kurátorokkal, ott hölgyek, urak többen dolgoznak, mindenképpen hangsúlyoznám, hogy ez körülbelül az egyharmad, ami ki van állítva. Most maga a múzeum, hogy látni fogjuk, az egy viszonylag, és ezt láthattuk a tavalyi konferencián, a Pavol is bemutatta a múzeumot valamilyen formában, ez mondjuk egy viszonylag kis helyen van, gyakorlatilag egy pincében van, maximálisan védett formában. Ez Stalin egyik kiemelt, többféle nagyon érdekes múzeum van, nem szoktuk ezeket ismerni. Ez valóban egy ilyen égkő, ezt kell forszírozni, és a későbbiek mindenképpen ajánlanám, ha valakinek módja, lehetősége van repülővel, hát a Tallinn is elérhető, ez egy valeriszke szempontból tényleg nagyon fontos dolog. Most mondom, körülbelül az egyharmada van kiállítva ennek az anyagnak. Körülbelül kétharmada nincs kiállítva az anyagnak, tehát kázi raktári készleteik is vannak, és fontos azt is hangsúlyozni, hogy ideológiai alapon, politikai ideológiai alapon a két szélsőség nincs kiállítva. Tehát sem a Nemzeti Szocialista Németország darabjai, de van ilyen anyaguk, sem pedig a Szovjetuniónak a kitüntetés, ez abból is van. Tehát vannak nagyon jó darabjaik, hát az is rend, meg az is valerisztika, de ezek nincsenek exponálva. Más múzeumokban lehet, hogy ezeket jobban exponálnak. Ezen lehet gondolkodni, hát inkább ne kössön bele senki. Most maga a kiállítás egyébként egy áttekintését adja a falerisztika történetének, inkább a egyházi rendektől kezdődően, hát máltai anyag van valamennyire egy-két nagyon jó darabbal, máltai jelvények között van egy 18. századi nagyon kvalitásos példány, illetve több olyan darab van, amely már a 20. század elejét idézi, de a nagymester darabjai is megvannak. Azok mondjuk személyhez. Albani della Rovere nagymesternek, aki volt egyébként Budapesten és a 38-as máltai kongresszuson többek között ő elnökölt annak, ezzel én foglalkozom. Annak például a nagy kereszt példánya, az ki van rakva, tehát ez a személyhez köthető jó darab. Na most annak ellenére, hogy ez hangsúlyozottan mondjuk ki orosz érdekeltség, az, hogy most ez Észtországban van, ez egy dolog, ebben nem menjünk vele. Maga az orosz anyag, bár néhány nagyon jó darabbal exponáltan szerepel, nem víz fej a gyűjteménybe, nem víz fej a kiállításban. Ezt én nagyon pozitív dolognak tartom, mert lehetne itt egyharmad anyag, mert annyi ilyen orosz, az oroszoknál különösen ezek a gyémák, van a kollekcióban ilyen anyag, de igazándiból ebből viszonylag kevés volt kiállítva. Ki volt állítva egy nagyon jó Alexander Nevsky szert gyémántok, a gyönyörű, pazar, extra, megvan a mester, STB, és egy olyan személy volt a tulajdonosa, aki II. Miklósnak tulajdonképpen a francia kapcsolatait építette. Ez egy nagy dolog volt annak, ez az Antant kialakulása, nem akarok itt nagyon messzire mutatni, ugye, hát a köztársasági Franciaország és az abszolutikus orosz birodalom, hát tulajdonképpen az Antant azért kapták ezeket az ordókat, kiemelni. Egy nagyon jó, viszonylag régi napenháborúk idejéből való Szentgyörgyrend 4. osztály is ki volt itt állítva. Most meglepően gazdag anyag szerepel a nagybritániai kitüntetési rendszerből, és a nagybritániai kitüntetési rendszer mellett megjelenik a brit birodalom bizonyos értelemben, és a brit birodalmon belül az indiai császárság. Az indiai császárság az tulajdonképpen, hát ugye Perszolán Unió, Viktóriától estőben, akkor külön ordók vannak, extra ordók vannak. Na most itt fölvetődik egyáltalán az egész témakörnyen egy-két olyan gondolat, hogy miért nem tiltakozott a Nagy-Britannia képviselője, hogy honnan szereztek például térszalagrendeket, az elvileg forgalomképtelen.
És itt volt, és volt régi, nagyon régi, ilyen, olyan, amolyan. Most őszintén megmondva, én a pályám során azért on túl sok térszalagrendet nem láttam. Hát láttam, meg a királynőnek a gyűjteményben volt, de azért olyan nagyon sok ezekből nem volt. Itt volt egész korai, volt 17. század végi. Ugye a térszalagrendnek is van ilyen, a Szent György öli a sárkányt, égkövekkel, egyebekkel, pazar, darabok, gyönyörű, nagyon jó darabok is szerepeltek. Na most érdemes utalni arra, hogy a indiai császárságnak kitüntetési rendszer az 1978 körül alakult ki, és az volt a szempont, hogy a Viktória volt indiai császárnő, nyilvánvaló, hogy a maharadzsákat, vagy a megfelelő maharadzsákat olyan szintű ordókkal dekorálják, égkövekkel kirakott, amely mondjuk a brit koronáz jobban oda láncolja őket, és így a brit birodalom helyi képviselőit is, legfelső képviselőit, ugyanezekkel kellett kitüntetni. Itt volt egy szett ebből a brit indiai rendből, india koronája rendből, amelyet az alapításnál adományoztak éppen az akkori alkirálynak, és az a proveniencia, az se kellett annak ide, viszont pazar darab, összes kő rajta, szerintem nem is tűztek ki olyan jó állapotba, tókba. A brit kitüntetési rendszer ugye a 16-17. Századra megy vissza, például a fürdőrendnek mindenféle típusai. Akkor ugye ott van ugye a német kitüntetési rendszer bizonyos elemei, azok egyben brit kitüntetések. Ezekből pazar, összes változat, mindenféle 18-19. Század gyönyörű. Egy-két, majd kicsit fölgyorsítok. A brit birodalom rendje, ez egy modern rend 917, de annak is a legmagasabb, bocsánat, csak a legmagasabb változat, az megint én nem nagyon láttam ilyet, pedig jártam arra felé is, már Angliában többször. Szent Mihály Szent György rend, de a legkorábbi típus, 1818. Nagyon szép extra. Ugye egyik oldalon Szent György, annak a gyerek ugye elvileg protestáns ország. A térszalagból is kövekkel, köves csillag, gyönyörű, térszalagon köves díszítés. A térszalag az tulajdonképpen harisnyakötő rend, hogyha másképp nézzük, és azon vannak a kövek. Francia királyság a 1789 előtti rendszer minimális darabbal, viszont az első császárság, második császárság, illetve a becsületrend egyes különleges darabokkal, különösen a második császárság becsületrendjei, ezek nagyon ritkák, és még égkövekkel kirakottat is sikerült azért itt Tallinnba megszerezni. Ezek nagyon szép darabok voltak. Ezt is kiemelném, tehát francia, ebben volt egy nagyon ritka becsületrend típus, ami az 1940-es évekből való, és ez is nagyon jó állapotban volt, a becsületrendek általában rossz zománcozásúak. Hát a mi birodalmunk, az osztrák-magyar monarchia, Habsburg birodalom. Na most, hát azért ebből is azért ott elég komolyan voltak példányok, különös tekintettel. Most egyet azért hadd hangsúlyozzak, én nem mondok darabokról véleményt addig, amíg részletesen nem tudom tanulmányozni. Tehát amit kézben nem tudom venni, STB. Én azt mondanám, hogy a kiállított anyagnak szerintem azért a nagyon nagy része az jó lehetett, de nem minden darab. Mondjuk ez is igaz. Tehát nem teszem a tűzbe a kezemet, elképzelhető, hogy nem minden darab, azt így nem tudom megmondani, hát ott hátlapját nem látom, ott főfoglalást nem látom, ezt én nem tudom feltétlenül. Vegyük azt, hogy minden eredeti, de ezt mondjuk azért képletesen mondanám. Nagyon jó lipótrend, alapításkori lipótrend szerepelt a gyűjteménybe, ez mondjuk egy jó darab, tulajdonképpen nagy kereszt, korai, egészen korai, vaskoron ennek különböző változatai, és megmondom őszintén, hogy a legjobb darab, és az egész múzeum egyik legjobb darabja, ha nem a legjobb darabja, a cseh nemesi keresztnek, amelyben tudomásom szerint négy van a világon, vagy négyet ismernek, szerintem a legszebb darabja itt van ennek a cseh nemesi keresztnek, ebből körül mondjuk 10 valamennyit adtak ki a napháborúk idején. Ez egy egészen extra világritka, tényleg ilyen eléggé unikális darab. Na most nagyon fontos, Ferenc József rendnek legkülönböző típusai, az 1870-es évek volt egy egészen rövid ideig kiadott típus, abból is nagy kereszt volt. Ez nagyon-nagyon ritka.
Tehát önmagában lehető felénzőre megint az, hogy annyira nem különleges, de ez a típus, ez rendkívül különleges. A Mária Terézia rendnek is ki volt rakva nagykeresztje, sőt ki volt rakva egy köves nagykeresztje, de erről én nem mondok semmit. Majd meg fogjuk nézni, abban nem vagyok egészen biztos, hogy azok jók voltak. A katonai érdemkereszt viszont gyémántokkal az jó volt, és meg volt, hogy kié volt. A Monte Cuculi admirálisé. Tehát az abból is azért olyan tizenvalamennyit adtak ki, az jó volt. Tehát azért mondom egy kicsit ezzel. Az aranygyapjas rendnél volt egy olyan példány, ami a hagyomány szerint Metternich kancellár egyik viseleti példánya volt, hát vegyük azt, hogy akkor viszont Kincsvartról lopták, hát de ezeket én nem egészen tudom, hogy most hogy lopták, vagy nem lopták. Miért van ott? Mert ezek a Kincsvartot a 44-ben kifosztották, vagy 45-ben, hát onnan lehet ez, ha tényleg a Metternich elemené volt, ott volt ez a gyűjtemény. Na jó, ebben most nem menjünk bele, nem akarok itt senkit bántani. Jelentős darabok voltak az osztrák-magyar vonalé, vagy a Habsburgirodalom témakörében, voltak kegyelmi érmek is, azokban is volt egy-két nagyon jó, és ott is volt egy árverésen előjött egy darab, vagy egy svájci előkelőség kapott egy nagy aranyérmet Ferenctől, mert egyszer vendégül látta valahol a napháborúk idején Svájc területén, és kapott, és annak megvolt a papír, ez egy német árveréstől került Tallinnba egyébként. Szent István rend, ugye ez én kedvencem, vagy fő kedvencem, nem is tudom, hogy mondjam, egy középkereszt, de egy olyan középkereszt, amiből sehol nincs példány. Egy olyan típus, azt én olyan 1930-40-35 ilyesmi körülre, és nem átépített darab, ez egy nagyon jó darab szerintem. Nagy számban voltak német államok, tehát a német kisállamok, és viszonylag nagy számban voltak, itt elsősorban a bajor 100 Württembergit kellene talán kiemelni, és nagy számban voltak olasz államok, itt akár Toszkán, nápoly-szicíliai egyéb darabok, Toszkán, Szent István előről, hátulról, ezek nagyon szép darabok voltak. A két világháború közötti időszak szintén elég komolyan szerepelt itt a tárgykörbe. Itt a balti államok kitüntetési rendszere került bemutatásra, ugye a balti államok azok gyakorlatilag 20-tól lettek önállóak, és 40-ig voltak önállóak, tehát az észt, a lett és a litván kitüntetési rendszer úgy nagyjából legalábbis az ordók ki voltak rakva. Jelen volt a megnyitásnál több olyan személy, aki ebből a körből, tehát a balti államok részéről szerepelt, és kritizálták, hogy nincs meg az összes, mondjuk ész, vagy nincs kiállítva az összes ész. Nem ez a célja a múzeumnak szerintem. A legnagyobb ritkaságok közé tartozik a skandináv terület kitüntetési rendszere, itt akár a svéd, akár pedig a dán, Dannebrog, hát mondjuk ennél nagyobb azért a dán kitüntetések között nem szerepelt, volt egy-két nagyon jó viszonylag korai darab. A két világháború közötti kitüntetések között kiemelném a lengyel fehér sasrendnek egy adományozott korabeli változatát. A lengyel fehér sasrendnek voltak 1795, volt egy egészen extra kivitelű égköves változata, a 1795 előtti volt. Az volt odaírva, hogy ez a Nagy Kataliné is volt, hát vagy volt, vagy nem, ezt én innen nem tudom, de tényleg egy nagyon jó darab. Az újabb államok, ugye a két világháború közötti időszak, na most őszintén megmondva, a magyar anyag nem igazán szerepel ebben a kitüntetés gyűjteményben, vagy csak egy-két nagyon jó darab, tulajdonképpen a magyar érdemrendnek a koronás szettje ki volt állítva a tóka, hát az is azért egy elég jó darab, de éppen beszélgetve az ottani akartóan nagyon nincs magyar anyaguk. Ezzel szemben szlovák viszont volt előről, hátulról, és abban volt egy-két nagyon ritka a lánc és egyebek. A Szent Szék kitüntetési rendszer, a Vatikán kitüntetési rendszer is megjelent. Itt volt nagyon régi, tehát 19. relatíve nagyon régi, 19. elején kiadott több darab, amelyek különlegesek számítanak, mert 20. század nem annyira ritkák. Én el voltam, nagyon tetszenek ezek az egzotikus kitüntetések, nehéz ezekben bizonyos ismeretekre szert tenni, mert most egy nagyon erős blogban az Oszmán Birodalomnak, ugye ezek a 19. század elején kiadott mindenféle kitüntetése voltak, ez viszont nagyon ki volt gyűjtve. Még a rendkívül ritka női, ilyen jótékonysági érdemel, mint német hercegnő kapott valószínűleg onnan van.
És még az is megvolt ebben, és az is égkövekkel, meg gyönyörű állapotban, meg egyéb. Ezeket kiemelném, tehát az oszmán anyaga ennek nagyon jó volt. Na most még inkább különlegesnek tartom a kínai császárság, ugye nagyon rövid ideig voltak ilyen európai jellegű kitüntetések, gyakorlatilag a 10-es években. Itt a kettő sárkány egy nagyon jó ki volt gyűjtve, és hát a japán császárság mondjuk azért az egy markánsabb, azután annyira nem ritkák, azért úgy kerültek ide-oda Európába, ezek is szerepeltek. Na most az, hogy most a Mandzsukó állam összes ilyen kitüntetése megvolt, hát azok nagyon-nagyon ritkák, ugye ez egy báb állam a japán császárság oldalán a II. Világháború idején. Na most őszintén megmondva, nekem nagyon tetszettek az újabbkori egzotikus kitüntetések, akár az Észak-Koreaira gondolok, akár az etióp császárság, ugye az 75-ig volt császárság, akár Laosz, Vietnám, mindenféle volt, hát ezekből is csak a legmagasabb rendi osztálya. Na most kérdezve azt, hogy meddig gyűjtik az anyagot, hogy a mai kitüntetések jók-e, azt mondták, hogy nem. Esetleg a észből igen, de mondjuk a Szent István rendke elején kérdeztem, hogy ez mondjuk így kicsit viccel, azt mondták, hogy még nem. Tehát az olyan, körülbelül 2000-ig gyűjtünk, a szocializmus végéig. A szocializmus benne van. Na most én nem tudom, hogy onnan szeretnék, mert megvoltak a legmagasabb román kitüntetések égkövekkel, én olyanokat soha nem láttam. Hát honnan jött elő, valahonnan mégis ott volt. Hát ez egy extra kivitelők, nagyon jó. Hát, de azt miért, ki kapta annak idején a nagy vezér, vagy a még nagyobb, vagy az, hát valaki kapta, mert ott volt. Meg a tok, meg egyéb, nem akarok itt ilyen gyártási, meg egyéb témakat. Na, vetítsük, mert itt izgattam már itt a hölgyek uraknak a... Akkor hogy megy ez, bátyám? Tehát... Nyíl előre. Na most itt van a múzeum, Stalin belvárosába, Stalin belvárosa, ez Csiribiri nagyon szépen helyre van, többé-kevésbé állítva. Ez a múzeum gyakorlatilag nem van a pincébe. Tehát ez gyakorlatilag a Óhanza fogadó mellett van, ez a legjobb hely Stalin. Tehát ez, és hát nyilvánvaló azért nevezték el lovagrendek múzeumának, hogy hát ez egy... Várjál, akkor... Lehet, hogy nem kell. Köszönöm egyébként. Na most itt van ez a logója ugye a múzeumnak. Várjunk ki, na. Ez a logója, hát ez ha akarom, egy ilyen becsületrendszerűség. Na most ez a helyi nyelven a lovagrend. Ez a helyi nyelven elég sok probléma volt, mert elnézést az észnyelv, az nem egy egyszerű nyelv, de hát mindegy. Itt látható a megnyitásra érkező csapatból néhány egy hölgy, illetve urak. Itt van Baros Lajos, igen. Na most itt van ugye egy blokk az aranygyapjas rendről. Most ez úgy van kiállítva, hogy egyszerre szerepeltek osztrák változatok és spanyol. Ez így mind rend, tehát mind aranygyapjas rend, ez valóban egy rendi intézmény, ez célszerű. Itt jól látszik, hogy egyet dolgot nem mondtam, előfordulnak miniatűrök. Mondjuk nem fő profil, nem feltétlenül fő profil, de van. Vagy kis díszítmény, egy-kettő, tehát ezt így azért mondanám, itt is látszik ilyen, ugye? Ez ugye egy spanyol égköves. Egyébként elvileg az aranygyapjas rendet nem szabad égkövekkel díszíteni, de a spanyolnál előfordul. Az osztráknál tulajdonképpen nem nagyon. Ugye ez egy spanyol, itt van rajta az égköv. Hát elég szép azért ez nem. Ilyen különleges. Itt jól látszik a nagyon jó tartása a daraboknak. Hát ugye ezek a miniatűrök is minden, ezek elég szépek. Na ez az a középkereszt, ez egy nagyon jó darab, ugyanilyet én nem ismerek. Hát most lehet, hogy valakinek van ilyen, de ismeri, de én nem emlékszem ilyen. Na, itt vannak a brit kitüntetésekből darabok. Hát így is értelmezik a égkő díszítést, hogy
a csillagtest is kövekkel, de nem kő utánzattal, hanem tényleg kövekkel van kirakva, ugye? Ebben az esetben. Ugye ez francia, régi francia kitüntetés, ugye? Tehát ezért ez 89 előtti. Na most ugye ez a becsületrendnek a, hát, vagy másodosztály, vagy első osztály csillaga. Ez viszont egy új típus, tehát ez a 1970 utáni típus. Ez viszont a 1830-as évekbeli típus, tehát az 1915 utáni típus. Ez a Gelfrendnek a csillag, ez egy pazar darab, gyönyörű. Lovacskára utalok csupán. A képeket összességében én csináltam, úgy nagyjából. Dannebrog-rendnek szerintem egy ilyen köves, sajátos kivitelű változata. Ez viszont egy itáliai udvarhölgy kitüntetés, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka. Női. Ez török kitüntetés. Ezek is török, ezek nagyon-nagyon ritkák, és különösen ilyen égköves egyéb változatokban és rendkívül jó állapotban. Tehát itt is a csillagtest ki van rakva kővel. Itt a, ugye a csillagsugarak vannak rakva. Ezeknek az eredeti tulajdonosai német fejedelmi házak különböző képviselői, az első világháborúban is ezekből azért úgy adományozgattak példányokat. Ezeknél az egzotikus kitüntetéseknél ugye az ottani vallásnak, egyházaknak a szimbólumai is megjelennek akár ilyen sajátos, mert nem olyan, mint a miénk, ugye nem keresztény szimbólum. Na ez az a fehér sasrend, a fehér sasrendből ez egyébként Horthy Miklós kormányzónak is megvolt, ebből nem volt 50 adományozás a Pilsuszki vagy Ritschmégi féle, tehát 39-ig 40 valahány adományozás van. Ez nagyon jó darab. Ez a csillag hozzá, tehát ez egy modern kitüntetés, de az egyik legjobb, tehát a legkülönlegesebb európai. Ez viszont az a 18. századi fehér sasrend, tehát 1795 előtti fehér sasrend, hát ami a hagyomány szerint elvileg a Poniatowski által Nagy Katalin orosz szárnőnek átadott, hát Poniatowski lengyel király által, hát vagy így van, vagy nem, de egy nagyon szép, bocsánat pillanat, nagyon szép példán. Vannak textil változatok, nem túl nagy számban, ugye itt a porosz kitüntetési rend, ez a vörös sasrendnek mondjuk egy korai csillaga, ezek is nagyon jók szerintem. Ugye különböző porosz kitüntetések, ugye újabb. A korai csillagok ugye általában textilben vannak egészen a 19. század közepéig nagyjából. Vörös sasrend különböző típusai. Vörös sasrend keresztje, ez egy korai, ez egy napolnyi háború, egy egész korai, ez az 20 körüli mondjuk. Szent Henrik rend, 100 Szent Henrik rend, szintén nagyon ritka. Szent Henrik csillag, textil, változat, csillag, ezek újabb változatok. Ez Bajor Szent Hubertus, itt aztán van kő, meg minden. Ilyen szerintem van nálunk is. Ilyen van. Szerintem van. Ilyen van, vagy nagyjából ez a típus. Tehát ennek a rendnek van ilyen változat. Ez a hozzávaló csillag gyönyörűen. Ez Gelfrendnek egy ilyen válogatás. A lánc, itt ugye beszéltünk a láncokról. Hát mondjuk azért így láncon ez azért annyira nem gyakori. A láncot végképp vissza kellett adni, elnézést, tehát a sok mindent, de a láncot mindig vissza kellett adni, tehát ezek valószínűleg megint uralkodói tulajdonból esetleg ott nem adták vissza. Megint ez a csodacsillag, ez egy másik változat, ez kardos ráadásul. Ez a becsületrendnek egy újabb változata, illetve egy régebbi változata, egy olyan típus, ahol a textil rész,
és a ugye textil maga a csillagtest, és a közép rész az viszont már fémből van. Ez gelf, rend, gelf, csillag. Ezek mind, na most azért, ha belegondolunk, az 1850 előtti bármilyen rend, az mind ritka, tehát bármilyen kitüntetés, ezek mind, ezek általában, hogy egy jó részük az 1850 előtti. Na most itt van a Ottengruber barátom, Ottengruber úr, ugye a Künker cégnek lenne, ez a szemüveges úr itt balra, a tulajdonképpen kitüntetés szakértője, és ugye itt tart egy előadást. Na most itt látszik, meg kérdezted, hogy van-e más jellegű anyag. Hát egy török diplomata, vagy bocsánat, nem török, perzsa diplomata egyenruha van, kirakva, hát egy ilyet valahol szereztek, rajta van a kitüntetések, eredeti kitüntetések, de ez valószínűleg ez az egy van, vagy hát nem igazán. Itt jól látsz. Tehát itt osztrák-magyar, ezen van vaskorrendelyes oszt. Hát így néz ki nagyjából egy hangulat, zsuffolt a kiállítás, most nem minősítjük a kiállítást, elnézést, ez mondjuk lehetett volna talán nagyobb, hát nyilván nem volt mód erre, a kiállítást magát nem minősítjük. Ezek a balti kitüntetések, balti államok kitüntetései, amely nyilván ebben az országban, ebben a környezetben alapvetően fontos. Annak ellenére csak a két világháború közötti időszakot idézik. Ezek is ugye a balti államok különböző kitüntetései. Itt vannak kisebbek is. Ez a tulajdonképpen a észleknél a felszabadulási kereszt, ugye az első világháborút követő polgárháborús időszak, ez a nemzeti emlékmű esetében nagy méretben, egészen közel a múzeumhoz, ki van világítva éjjel is. Mondjuk olyan képet nem raktunk, meg bele lehetett volna rakni, ez nagy méretben ki van, nagyon érdekes szép. Hát annak ennek a háborúnak az összes veteránja megkapta. Hát a felszabadulás után. Ez az éjsas keresztrend, ez a tipikus. Ez ennek a háborús keresztnek tulajdonképpen a példánya. Vannak tűzoltó kitüntetések is, de az minimális, az inkább ennél a balti témakörnél van. Itt van egy-két darab megfordítva. Itt van egy-két kisebb. Most itt vannak nagyon jó máltai darabok. Ez lenne, ugye ez egy 18. század végi nagyon szép jelvény. Itt vannak úgynevezett filigrán darabok, ezek olyan 1820-30 körüli, ez a darab, és hát ezek a magas, ez baji nagy jelvény, insignia, ezek nagyon ritka és különleges darabok. Ez a Purremerita ennek a civil változata, nem tudom, hogy kerül ide. Ez megint olyan, hogy ezt elvileg nem igazán lehet venni, meg eladni, meg egyéb, valahogy mégis itt van. Nem menjünk bele ebbe az alagútba. Ez rendkívül, egészen, ez világ, abszolút világítás. Ez a Purremerita-rend, hát ez annyira azért nem ritka, bár ez egy régi darab. Ez egy másik, megvan a papírhoznál, egy német tisztnek. Ez egy nagyon régi darab, ez a Purremerita-rendnek a közvetlen előzménye, ez 18. századi. Itt egy hangulati kép, éppen egy orosz csoport jön, és az orosz, ezek a hölgyek egy orosz csoport. Jekaterina, ha jól emlékszem, vezeti itt ő Jekaterina a múzeumnak a kurátorkája, vagy az egyik kurátorkája, és ő vezeti itt a csapatot. Ezeket a orosz hölgyeket, ezek Pétervárról vettek részt itt. Rudit itt ismerik többen, ugye? Rudi ugye a Szlovák Polarisztikai Társaságnak, meg az egész témakörnek egy jeles. Itt van Falós kollega. Hát nem is tudom, ezt kicsinálta valaki, ezt is. Jó. Ismerős. Na, hát itt egy-két ilyen egzotikus különböző, de itt is ugye a kövek, meg a nagyon jó állapot, különféle darabok. Hát most az az igazság, hogy ezeknek a gyűjtése a moderneknek nem igazán terjedt el. Tehát mondjuk, ha valaki akar ilyeneket vásárolni, nem annyira veretes, tehát annyira nem, 20. századi, 20. második feléből, de így összegyűjtve egyedülálló. Tehát én sehol nem láttam. Így összegyűjtve. Egyébként ezekben a nagy nyugati múzeumokban sincs ilyen anyag. Vagy, hát egy-kettő van, több van, mint nyilván errefelé, meg egyáltalán nincsen. Ez ilyen indokínai, meg egyéb mindenféle van, tehát kitüntetés.
ez annak idején. Ugye. Na ez az a koreai lánc, amit én azért úgy kiemelnék, mert mondjuk azért ez aranyból van, és a legmagasabb népi Koreának, hát kilátott már ilyet, mert én nem láttam. Hát mondjuk azért ez... Parancsot? Alul jelentik valami a karika alatt. Még az sem hiszem. Nem hiszem. Hát elég szocialista, de azért ez mondjuk szintén ez nagyon ritka. Ez a csillaghoz. Ez nagyon ritka. Jó, hát ez... Na most érdekes, hogy a frankoista Spanyolországban nagy divatja volt a gyémánt díszítménynek. A frankoista kitintésrendszer az eltért sok mindentől, de hát bizony, és ez be van így gyűjtve nagyjából, tehát a frankoista korszakban, és nagyon jó minőségben is adtak ki ilyeneket. Bolgár női ugye szalagon, gyakorlatilag ez a polgár érdemrendnek a női változata gyémánt díszben, nagyon szép darab. Igen, ez ennek a Tokió, ott van a darab. Ez egy udvarhölgy, Ervén bátyám. Emlékszel annak idején? Annak idején. Ez egy udvarhölgy, egy bolgár, tehát a királyi Bulgáriának. Ez nagyon ritka. Na, itt van ez a szlovák lánc, hát most azon vitatkoztunk, az valószínűleg Antonescu-jé volt. Hát valamelyet nagyon sokan nem kaptak ki. Ez tényleg nagyon ritka, hát most nem azért, mert szlovák mondjuk ebben a körben, lehet, hogy annyira nem érdekel. Na ez ugye a magyar érdemrendnek, hát ez a magyar darab, vagy hát tulajdonképpen ez egy fő darab, hát ez van itt kijelölve, hogy ezt ismerjük. Itt van ilyen, ez Mandzsukó. Ezek ilyen feletti. Japán, ugye felkelő napján, mondjuk ez ismert, ez annyira nem. Tehát ebben, és ugye a japán kitüntetési rendszernek akár a dobozhatók is pazar kivitelű. Ugye ez a japán lakdoboz hagyományát, akár mint modern, mai nap is így adják, tehát a 2010 akárhányban is így adják át ezeket a kitüntetéseket, pazar kivitelű. Ezek régebbi darabok, leginkább a két világháború közötti időszakban. Ezeknek is általában német tulajdonosaik voltak, tehát a hitleri garnitúrából kaptak ilyen magas japán kitüntetéseket. Na most itt van egy ilyen monarchia részlet, ugye ez a Csenemesi kereszt, ez volt szerintem a legjobb darab. Ezért itt van egy-két kedves darab, szép. Na ez tartom én az egész múzeum egyik legjobb. De mondom, ebből ez a példányoknak így a képeit néz az ember, Prágában van ilyen, mit tudom én, ez nagyon-nagyon-nagyon különleges. Hát az az egy régebbi vaskorona, ez se annyira rossz, mondjuk másodás. Ez se új példány. Na ez jó darab, ez a Monte Cuccoli admirálisé volt, ez viszont jó. Tehát ez gyémánt díszítmény, és ez tényleg, ez jó darab, ez biztos, hogy igen, szóval ilyenek, úgy lánccal, tokkal, egyéb csillag, insignia, ezekből nagyon kevés van azért, szóval így gyűjteményekben. Ez a bádeni hűségrend, de korai változat. Érdekes, a szallag be van szőve ilyen fém szállal egyéb, ez elég régi változat, 19. század elejére. Ez a textil csillag hozzá. Tehát ilyen, mondjuk ilyenek a tárlók, ezek a brit birodalomnak különböző kitüntetései, női és egyéb változatokban. Hát, ez nagyon-nagyon nagy érdeklődés volt a megnyitón, és ez akár a általános, ugye a közönség az észkulturális, vagy akár politikai vezető elitből is voltak jelen személyiségek, és nyilvánvaló, hogy a nemzetközi falerisztikai, hát mondjuk szakmából nevezzük így, és elsősorban a legíresebb kereskedő cégek képviselői. Tehát a Künker, a Hermann Historica, Dorotheum, ott volt Ludwigsdorf úr is, vagy legalábbis megjelent. Ez egy Herold lenne, Ace Herold, aki ennél a megnyitó ünnepségnél szerepelt, egyébként német nemzetiség.
Észtországban van német kísérlet, mondjuk 5000-en vannak körülbelül ma. Többieket annak idején baráti kitelepítésbe a Führer felszólítására a Német Birodalomba annak idején, akkor pont jóba voltak a nagyszovjet vezetéssel, és akkor kerültek kitelepítésbe, de baráti kitelepítés. Na jó, csak megemlítem. Ez megint egy ilyen részlet, ezek a balti kitüntetések. Na ez az orosz blokk, hát ez azért eléggé visszafogott. Ez volt az a nagyon jó darab, az a Égkövekkel, egyebekkel, meg ez volt az a Szent Györgyen, amire én úgy utaltam. Ez azért nem annyira túlsúlyos, Vladimir, egyebek nagyon szépek egyébként, Szaniszló. Ugye ez a porosz blokk itt is, azért egy-két papír, meg tok, meg pecsét, meg egyebek vannak, statútunk, de ilyesmit is gyűjt a múzeum, de a fő téma a darab. A darab az elsőleges, tehát nyilván vele adták ezeket a dokumentumokat, akkor azt is megszerezték. Ezek ilyen zsúfolt a múzeum, tehát ezt azért mondanám, tehát ha esetleg valaki tényleg fölkeresi, azért ezek ilyen zsúfoltan vannak kifakva. Mondjuk annyira nem lehet elmélyülni talán, hát mondjuk így, különösen ha jön egy csapat, aki szinte meg akarja ezeket nézni, akkor ilyen tolongás is lehet, ugye? Tehát ezek így vannak azért úgy nagyjából kirakva. Ez megint egy német blokk, ilyen német kisállamok. Anhalt, Waldeck, STB, STB. Ez a finn blokk, na most itt kiemelném, a finn rózsarendnek a 64 előtti változatát horogkeresztekkel, ez az akkori olasz köztársasági elnöké volt az 50-es, 60-as évek forradalom, de 64-ben de Gaulle nem vette át ebben a formában, és akkor megváltoztatták. Ez nagyon-nagyon ritka, annak ellenére, hogy egy modern kitüntetésnek. Sőt, hát ez ugye a finn ortodox egyház érdemrendje, hát ez se gyakori, és a 1935-ben alapították. Ezek azért annyira nem gyakori kitüntetések. Itt ugye egy blokk, hogy hogy néz ki egy fölirat, van angol fölirat. Tehát angol nyelvű, tehát ez élvezhető bárkinek nyilvánvaló ebben a körben. Ugye az angol nyelv, az mindenki által ismert, és akkor ez mondjuk angolul is. Ki van írva észtől, az észtel ne próbálkozunk, szerintem elnézést, az a gondok van. Itt van egy angol blokk, itt is ugye lánc. Hát itt, ezek azért nagyon-nagyon szép, ez is ugye, ez megint az orosz. Itt van közelről ez a középkereszt, a Nyevszki rendnek egy nagyon szép égköves, tényleg égköves változata. Anna rend, itt Vladimir. Ugye ez a váza rend, lánca, svéd, ez is nagyon jó darab. Dannebrog, ugye rend. Na most való igaz, ez a Szent Annunciáta rend, ez az olasz királyság, ugye eredetileg Szárd rend, Horthy Miklósnak ez is megvolt, ugyanilyen típus. De ez nagyon, hát azért eléggé ritka darab, úgy nemzetközileg is, itt pedig megvan. Ugye ez a csillaghoz, ugyanilyen volt Horthynak. Tehát ez egy késői típus. Na, amikor a térszalagrendről beszéltem, hát ilyenekre gondolok, ugye a térszalag égkövekkel. Azért ezek pazar darabok. Ugye ez az úgynevezett Szent György inszignia, ez mondjuk egy arany inszignia. Kisebb, nagyobb, ilyen, olyan, nem olyan, ezekben is nagyon sokféle, magában a gyűjteményben is sokféle van. Ugye itt van ennek a perzsa diplomatának a egyenruhája, aki viszont Bécsbe szerepel, tehát Bécsbe képviselt a perzsa császár. Itt a Gelfrendnek ugye egy inszigniája. Jó, nagyon jól látszik, hogy tényleg T1-es tartású, nagyon jó darabokról van szó. Hát ez a Mária Terézia csillag, mondom erről, Mária Terézia kereszt, hát hogy mi van kiírva, meg egyéb, ezt úgy meg kellene nézni közelről. Ezt meg különösen meg kellene nézni, de mindegy. Ennyi? Ennyi. Na, hát nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, de szoktak lenni kérdések, lehet, hogy most is van. Hát köszönjük szépen ezt a tárlatvezetést. Tényleg egy nagyon izgalmas anyag és egy izgalmas múzeum. Hát
Igen, én biztos feltenném a kérdést, hogy ez tényleg mind eredeti, de hát ahogy ezt nem lehet eldönteni. Hát így nem tudom eldönteni. Hogy vitrinen üvegen keresztül látja az ember a darabokat. Kérdés, hozzászólás. Mindenki le van nyűgözve. Parancsolj meg. Szerintem miért lovagi ez a lovagrend? Hát ez lovagrend. Tehát mondom, a Sztalin alatt is lovagrendek voltak. Lovagrendek, ki van írva fejével itt a szovjet temetőben is. Elnő, járj utána. Miért? Lovagrend. Itt tudom én miért, de lovagrend volt. A szovjet rendeket is annak mondták. Hát a lovagrend, hát miért az összes, a tészfalagrend is az van így. Vagy hát azt mondom, akkor a becsületrend is, hát az egy polgári lovagrend. Az a lengyel is az, hát az a... Hát, most te minek nevezted volna? Hát falarisztikai gyűjteményeket. No, de azt meg nem tudják, meg ez ilyen jobban hangzik meg egyébként. Hát az a látlag ember nem tudja. Azt hiszem, hogy ez megint az a kategória, hogy ez így jobban hangzik a nagy közösség számára. Szóval őszintén meg... Falarisztika csak az, a az csak a mi szűk körünkben. Nincs elterjedve azért annyira. De akár mondjuk az észt kulturális helyen, mondjuk ott én beszélgettem a tévé elnökkel, mondjuk így a fogadáson, ennek mondjuk olyan túl nagy hozzáállása az egészhez nem volt, csak nagyon érdekesnek tartotta, és mondta, hogy mi rokonok vagyunk, meg egyéb, ő mondta egyébként az egyedül. Ez megint egy ilyen, ne menjünk bele ebbe az alagútba, de azért mondom, hogy pedig az egy képzett kultúrában otthonos valaki volt. Hát annyira azért ezt nem tudják, hogy ha nem lovagrendként adod el. Igen, tehát azt mondanám, hogy ez valószínűleg ez jó. Na most ez gyarapszik ez a múzeum, most hogy mi a sorsa, meg mi a jövő, én innen nem tudom megmondani. Ez most van, ha valaki nagyon meg akarja nézni, akkor... Van hozzá katalógus? Egy füzet jelent meg, ez egyébként angol nyelven is van, meg teljesen észt nyelven is van. Hát az észt nyelvet nem ajánlom, angolul is van. Na most itt terveznek több könyvet, hogy ebből mi lesz, hogy lesz, ez mondjuk csak egy ilyen áttekintés. Na most ebből lehetne, ebből a gyűjteményből egy nagyon szép könyvet csinálni. Igen, megérné, főleg, hogyha ennek olyan bizonytalan sorsa mellett. Ezt én nem tudom, csak úgy... Hát most, bocsánat, amennyire kivettem ebből igen. A szavaidból. Nem véletlenül utat. Nem véletlenül utat. Az eredetében, vagy a tulajdon viszonyaiban, tehát hogy ez részben mint a magángyűjtemény, igen. Más is. Igen. Ez nem állami gyűjtemény, tehát alapvető hangsúly, az nem annak ellenére, hogy az észt kulturális vezetésnek mondjuk a abszolút támogatásával, és ezt ott akarják, meg ez egyen, meg minden, de ez magán, tehát ez egy magán kollekció. Hát ezért mondom, hogy ez nem garancia arra, hogy ez ugye megmarad. Nem, tehát az most 100 év múlva is lesz, azt én nem tudom. Tehát ezért érdemes valami igen, egy könyvet, igen, parancsolj. Egy járati ajtó, hogy egy kovácsolt vasíjével volt lezárva, ezzel egy ilyen kerítés, vagy... Hát az egy ilyen pincében van, nem tudom másképp mondani. Ott a lejáró. Hát ez egy lakó, vagy nem tudom, az nem múzeumi épület. Tehát az csak a pincében van. Ott lehet lemenni. Hát ott lehet lemenni, ennyit kapott. Szerintem ez a városnak a tulajdona, és akkor a város kiadta ezt. Tehát valami ilyesmit talán mondták, hogy nem emlékszem annyit. Tehát azért mondom, hogy ezt, ha valaki tényleg meg akarja nézni, akkor érdemes most megnézni. Parancsos? Mondom, de előtt oda beépítettek ezt azt, hogy ne lehessen csak úgy lenni, itt van tartás időn kívül. Nem, igen, ez eléggé védve van. Igen, ilyen biztonság és egyéb szempontból ez védve van. 100 000 eurós darabok. Igen. Most egy-egy ilyen láncos, csillogó, illogó dolog, az most már ilyen nagyon-nagyon drága. Ha elő is jön, és szeret hangsúlyozni. Mondom, tényleg a ékkődíszítményes darabok, illetve ezek a láncok alkotják ennek a legértékesebb részét. Ez körülbelül lehet egy olyan a közel 500 darab, és a magában gyűjtemény mondjuk 3-szor ennyi van, vagy ez a érdekkörben, ugye nem is tudom. Ez ott nem derült, meg nem tartozik szerintem, hogy ez most kiírjék pont az a darab, meg egy része nem annak a gyűjtőnek az anyag. Jó, most ez... Csak úgy mondom, jellegzetes. Csak igen. Mondom, hogy a sorsa szempontjából igen. Érdekes, mert hát tudjuk, hogy a magángyűjteményeknek ki lesz a sorsa általában. Igen, ez egy magánmúzeum, tehát hangsúlyozom. A gyűjtő az kifejezetten a falerisztika mondjuk népszerűsítését tartja a szempontnak. Tehát ez egy, és a figyelemfelkeltés, hogy neki van egy ilyen, vagy ott van egy ilyen, és ez nem Moszkvában van, ez nem Berlinben van, ez nem akárhol, nem Tallinnban van, és ez most Észtország. Nemzeti öntudatnak hozni. Igen, tehát ezért mondom, hogy ezt ott azért hangsúlyozzák, hogy ez Tallinnban van, és az Észtország. Más kérdés?
Más kérdés. Akkor köszönjük szépen, Andi. Megköszönöm a lehetőséget. Megtiszteltetés, elfelejtettem mondani, bocsánat, én mindig nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy itt előadhatok, és nagyon szívesen jövök, és hát a... Örömmel hallgatok. Igen, köszönöm. Csillik dolgokat. Köszönöm.